biztonságra fogjuk fölhívni a figyelmeteket. A biztonságra. Roger, figyelmünk. A biztos, te is mondd el. Biztos, nem biztos, elmondjuk ezt. No, tehát akkor nézzük meg, hogy ezeket a csodálatos gépeket hogyan fogjuk tudni biztonságosan használni. Ezeket a csodálatos gépeket úgy tudjuk biztonságosan használni, hogy ha arra használjuk, amire való. Tehát ez egy fontos dolog. Így van, a Honda fűkaszák speciálisabb fűnyírási területre lettek kitalálva, mint a fűnyíró. Tehát a dom. Például, ugye, ahol már maga a fűnyíró nem üzemel, oda például az egy tökéletes. Így van, hegyoldal, dom, árokpart, kevésbé gondozott területek, de semmiképpen nem sövényvágásra. Tehát nem sövényvágó. Nem, tehát fűkosza nem sövényvágó. Sajnos volt rá precedens, láttam olyat, hogy a tisztelt felhasználó úgy gondolta, hogy a sövényvágónak már túl vastag az az ág, de hát, hogy neki van fűkosszája, acéltárcsával is, akkor az magasság fölött ezt még levágja. Abszolút logikusnak tűnik ez a felvetés. Így van, és talán ennél nagyobbat hibázni nem is lehet vele. Értem, jó, tehát hogy akkor ezt én sem követtem. Csak hogy tényleg tudjuk és megmaradjon, hogy miért nem szabad ilyet csinálni, mi történhet ilyenkor, azon kívül, hogy megsérthet vagy bárki. Ilyenkor le kell cserélni a fejet, ugye az a... Hát, hogyha sövényt szeretnénk vágni, igen. Igen, tehát akkor az a megoldás, hogy akkor a fémfejet tesszük fel a napja helyet. Igen, ezek a kaszák különböző vágószerkezettel készülnek, illetve cserélhetők a vágószerkezetek, van hozzá damilfej, 3 mm acéltárcsa, illetve létezik olyan kasza, amire már bozott vágótárcsát is föl lehet szerelni, ami alkalmas, vékonyabb fák kivágására is. Már nem úgy megy ide Rambóba. Nem macsétával. Ez sosem egy motoros egyébként. Az a motoros, igen, motoros, másik motoros macséte. Hogy miért veszélyes a sövényvágás? A fűkaszával alapvetően úgy dolgozunk, hogy van hozzá egy függesztő mellé. Na, ebből nézd meg, az rossz helyetetlen. A legtöbb kaszához egy ilyen különálló, több ponton rögzített mellény, ami fontos, hogy egyszer beállítsuk a helyes pozíciót. Akkor van ez megfelelően beállítva, hogy a kasza fölakasztva úgy áll, illetve úgy dolg ezen a függesztő kereten, hogy a damil fej, illetve a vágó szerkezet a föld fölött van pár centivel. Igen, akkor csak egy sajlítással illetve kérni a kezelendő felületet. Illetve akkor a legkönnyebb vele dolgozni, hiszen csak oldal irányba kell mozgatni a gépet, ödben a függesztéken fönt áll. Tehát térmagasság fölött eleve tilos használni, hiszen mindegyiken látjuk, van ugyan védőburkolat, de ez arra alkalmas, hogy az előbb elmondott pozícióba megvédje a kezelőt a hátrafel kivetődő kavistóba, illetve a nyesedékektől. Természeti erőktől és a támadástól. Mi egy fölemeljük, abban a pillanatban megszüntettük ezt a védelmet, és amit vágunk, akár a sövényt, az jó eséllyel a szemünkbe, arcunkba vágódhat. Tehát védőfelszerelések ezekhez a gépekhez. Fokozottan. Így van, kell, hogy legyen egy zárt cipő, sípcsontvédő, hiszen itt említettük a térd alatt, azért szóródhat ki különböző apróság. Illetve itt nagyon fontos az arcvédő vagy a védőszemüveg. A védőszemüveg is már sokkal több, mint a semmi, de én azt javaslom, hogy ha valaki ilyen dolgozik, akkor egy arcvédőt vegyen föl. Vagy fémhálósat, vagy texit, ami a jólátást nem befolyásolja, de az arcot az szemet meg. Mert az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a védő szemüveg, az ugye és a szemüveg és az arcunkat ugye nem védi meg, tehát a meg. És ez fontos, mert őradában is mindig mondta, hogy a fejedre vigyázz, fiam, mert azon is szól. Abból egy van. Ugye? Vigyázz, mert azon is szól. Egyébként nagyon-nagyon fontos az is, hogy elmondtuk a fűnyíróknál, hogy a közelünkben ne legyen senki, igen, amikor munkálkodunk. Ennél gondolom ez annyira nem lényeges, mert hogy itt megvan a védőburka. Persze, ennél sokkal fokozottabban fontos ez. Ja, értem. Nem csak, hogy a közelünkben ne legyen senki, hanem arra is számítani kell, hogy a kivetődő kavicsok akár értéktárgyakban is okozhatnak kárt. Autó oldalat akár sikerült kiütni, úgyhogy a felhasználók mondtam, hogy figyelj ide, itt parkolnak az autók. Tudom, láttam. Oké, csináld, elbúcsúztunk, hát az én autómnak a látcsolgat már. Ilyen apró darabokban volt. Az
kellemetlen. Tehát akkor, hogyha egy autónak az ablak üvegét ez be tudja törni, akkor hogyha ez mondjuk az arcunkban csapódik éppen, vagy bármelyik testrészünkben, akkor az annyira nem kellemes, mert... Feltehetőleg is jól. Igen, valószínűleg egy baleset. Kíváncsiskodik a gyermek, és szeretné most megtanulni, hogy hogy kell fűkaszázni. Mert ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, ugye? Amúgy tényleg, csak ne jöjjön oda, ne jöjjön a közelbe, ablak mögül nézze, vagy ilyesmi. Kutyát ne engedjük oda, macskát ne engedjük oda, mókust ne engedjük oda, tehát ne legyen a közelben senki. Így van, tehát az, így van, az egyik legfontosabb dolog, mint hogy az összes többi ez a munkavégzés során a kezelő legyen ott pont. És egy nagyon-nagyon fontos kérdésem lenne. Ugye azt már megtanultuk, hogy a fűnyíróknál burkolatot nem távolítunk el, illetve az a többi gépre is abszolút igaz, itt is természetesen fokozottan, ugye? Tehát pont azért, amit el is mondtál, hogy úgy van beállítva, hogy ez minket véd, miközben mi fűkaszálunk. Így van, illetve ezek a burkolatok mindig a megfelelő vágó szerkezethez vannak kialakítva. Most, amit itt látunk, az a damírfejhez alkalmas, illetve a háromérű tárcsához, lebozott vágóhoz nem. Tehát ahhoz ez egy másik ezért, ezért visszakanyarodva az elejére, a legfontosabb minden használat előtt a használati utasítást tessék elolvasni, ott okosan le van írva, hogy az adott mágószerkezethez milyen burkolat kell. És ami még fontos, bár ez is le van írva, a vágás iránya. Ezt akartam kérdezni egyébként, hogy, de van, hogy van, van olyan, hogy mindegy, hogy jobb kezem, bal kezem, merre húzok, jobbra húzok, balra húzok. Ezek a gépek elég nehezen kezelhetők ilyen balkezes üzemmódban, hiszen ha fölvetted a mellét, onnantól kezdve itt a jobb oldalon fog lógni a gép. De hát fogom egy vágás, és akkor amivel átvarratjuk a másik oldalra. Hogy ez nekem eszembe se jutott. Ugye? És a kezelő szervet is átszerelteted majd a magival. Na erre meg én nem volt. Nekem meg ez nem jutott eszembe, látod? Tehát eleve fordítasz. Ehhez, aha, igen. Ehhez tehát meg kell tanulni azt a fogást, ami a lehető legbiztonságosabban tudunk dolgozni, és fontos, hogy a talajra párhuzamosan közlekedjen mindig a vágó szerkezet, tehát ne a talajba vágjon bele, hiszen az vissza tud tudni akkor a gép. De csak a kényelmetlenet is használni, nem? Biztos, hogy kényelmetlenet, minden esetre hatékony, de nem hatékony az 100%. Jó, tehát ásásra már az már inkább igen. Ha nehogy Isten, mégis történik valami, tehát eltalálunk egy követ, fát, vagy bármit, amit nem szeretnénk volna, hogy nehogy Isten akár élőlény, abban a pillanatban, hogy a stombon itt van a kezelőszög legjobban elérhető helyén. Egy vészleállító, ugye? Vészleállító gomb, akkor nem köszönöm, hogy társítani így van. Jó, tehát nem semmisül meg, nem egy önmegsemmisítőről beszélünk, csak egy vészleállítóról, ez nagyon-nagyon fontos. Így van. És ugye közben már említettem, de ezekhez a gépekhez megvan a gyártó által biztosított különböző vágószerkezet, illetve tartozékok, úgy a különböző védőburkolatok, mint a különböző vágószerkezetek. Semmiképpen ne használjunk rá mást, amit a gyártó javasol. Persze, ez is lehet nagyobbat is. Itt egyébként lehet látni, föl is van tüntetve minden gépen ilyen piktogramokkal, hogy melyik fejeket nagy javasolja éves hozzá. Nagyon ügyes. Igen, legosztam gyereket. Ha, mint ahogy a legtöbben, ha te is úgy járnál el, hogy a csomagolás után az első, amit eldobsz, az a használt utasítás, akkor azért még itt megtalálom. Igen, tehát mindenképpen. És még egy fontos dolog, bár nyilván evidencia, ha a barátodnak is van egy fűkaszája, és neked is van egy fűkaszád, még nem indok arra, hogy párbajozzatok velük. Legyetek akkor biztonságosak, vigyázzatok magatokra a fűkasza kezelése közben is, ugye? Ez így van. Sziasztok! Sziasztok!